Továbbra is több száz tüntető és rendőr néz egymással farkas szemet a Fidesz-Lendvai utcai székházánál, amit kora este támadtak meg azok a demonstrálók, akik az internetadó elleni tiltakozók közül váltak ki. A hivatalos demonstráció nem sokkal 8 óra előtt véget ért, de a tüntetők egy része átvonult a székházhoz és kövekkel kezdte azt dobálni, illetve többen megpróbáltak behatolni az épületbe. Az internetadó elleni tüntetés a Nemzetgazdasági Tárca épületénél a József Nádor téren kezdődött, ahol Gulyás Balázs a demonstráció szervezője beszélt. A tömeg ezután az Andrássy úton vonult végig a Hősök terére. A Lendvai utcai székháznál támadás érte a Hír TV stábját is, munkatársainkat élőadásban támadták meg azok az internetadó elleni tüntetők, akik az épületbe próbáltak bejutni. A támadók megrongálták a berendezéseinket, ami miatt meg kellett szakítani rendkívüli híradásunkat. Az ATV tudósítója szerint a tüntetők közé vegyült ultrák is megjelentek az internetadó elleni demonstráción, akik azt skandálták, idézem, hogy mocskos zsidók. Dembski Gábor is ott volt a Fidesz székház ostrománál, a volt SZDSZ-es főpolgármester körülbelül 15 méterre állt a rendőröktől egy kis társasággal, akik egy molinót tartottak No More Corruption felirattal. A no.hu információja szerint André Goodfriend, az amerikai nagykövetség ügyvivője is ott volt a tüntetésen. Korábban az internetadó elleni tiltakozása buzdított újabb twitteres üzenetében az Európai Bizottság digitális területért felelős alelnöke. Neelie Kroes, a liberális holland politikus arra szólítja fel internetes követőit, hogy támogassák azokat, akik ma utcára vonulnak Budapesten, vagy csatlakozzanak hozzájuk. A biztos már korábban is többször bírálta az internetadó tervét, szerinte az új közteher növelné a fogyasztók által fizetendő díjakat és visszafogná a gazdaságot. Az ultrák a Facebookon határolódtak el a tüntetéstől, közleményükben azt írták, nincsenek futballszurkolók a Fidesz székházánál a tüntetők között. Az Ultras Liberi nevű oldal úgy fogalmazott, hogy ha mi lennénk ott, akkor már bent lennénk a székházban nem sokára. Továbbra is a helyszínen van Császár Attila kollégám, akit rövidesen kapcsolunk, most viszont nézzünk meg egy rövid összefoglalót az internetadó elleni tüntetésről. Transzparensekkel, sípokkal érkeztek a József Nádor térre a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a tüntetők. A demonstrációt a józsefvárosi MSZP volt alelnöke szervezte, aki korábban pártsemleges demonstrációt és békés tüntetést ígért. Azért jöttünk ide, mert a kormány ezzel az adóval megsarcolja és becsapja az állampolgárokat, sőt a Fidesz a saját szavazóit is! A 2008-ban még azt mondták, hogy az internetadó átgondolatlan, felesleges és rossz. És ezt elvi alapon ellenzik. Mi is elvi alapon ellenezzük. Gulyás Balázs beszédében azt mondta, az internetadó a világtól vágja el Magyarországot és több ezer munkahely megszűnésével jár. Ezért arra szólította fel az embereket, hogy telefonjuk magasba emelésével üzenjenek a kormánynak. Gulyás Balázs ezután 48 órát adott a kormánynak, hogy visszavonja az internetadóról szóló törvénytervezetet, az embereket pedig kedre egy újabb tüntetésre hívta a Nemzetgazdasági Minisztérium elé. Most 48 óra haladékot adunk a kormánynak arra, hogy maradéktalanul az utolsó betűig, trükközés nélkül teljes egészében vonja vissza ezt a törvényt. A demonstrálók ezután gyalog indultak el a Fidesz Lendvai utcai székházához, hogy régi számítógépeket helyezzenek el az épület előtt. A tömeg azonban végül nem oda, hanem a Hősök terére ment. A korábban békésnek hirdetett demonstráció végül erőszakos tüntetéssé fajult. Egy csoport előbb felmászott az Árpád szoborra, többen pedig mégis bementek a Lendvai utcába, ahol megrohamozták a Fidesz épületét. A tüntetők számítástechnikai eszközökkel, téglákkal dobálták az ablakokat, többen pedig az erkélyekre is felmásztak. A Fidesz frakció bejelentette, már holnap benyújtják azt a törvénymódosító javaslatot, amely korlátot szab az internetadónak. Eszerint 700 forintban maximálnák az adó mértékét, amelyet a szolgáltatóknak kell fizetni megkezdett gigabájtonként. Közleményükben azt is hangsúlyozzák, türelemmel meghallgatják azokat, akiknek ellenvéleményük van, de az erőszakot elfogadhatatlannak tartják, azt pedig döbbenettel tapasztalták, hogy az esti demonstráció vandalizmusba torkollott.
Most pedig kapcsoljuk Császár Attilát, aki továbbra is a Lendvai utcában van. Szervusz Attila! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket, nem tudom, hallasz? Hallunk, nagyon jól hallunk. Mi történt azóta, amit nem beszéltünk? Az körülbelül 10 perc lehetett, igen, nem változott semmi. Most sajnos megint nem tudunk képet adni a kedves nézőknek, mert úgy tűnik, hogy szolgáltatói problémáink vannak. Csak telefonon keresztül tudom elmondani a kedves nézőknek, hogy én úgy gondolom, hogy a rendőrség most már meg fogja várni azt az állapotot, amikor a tüntetők teljes egészében önszántukból elhagyják a Lendvai utca, illetve a Dózsa-György út kereszteződését. Most már nincs igazából hangoskodás, a rendőri létszámot nem csökkentették, nem vonták vissza a rendőröket. Továbbra is roham rendőrök védik a Fidesz Lendvai utcai székházát. Azóta rendbontás nem történt. Én azt gondolom, hogy most már a késő időpontra való tekintettel a tüntetők előbb-utóbb el fogják hagyni a területet, és akkor véget fog érni ez a demonstráció. Egyelőre ennyit tudok mondani, én itt a helyszínről visszaadom a szót neked, Péter. Attila, köszönjük szépen! Vissza a mai tüntetéshez. Komáromi László továbbra is a Hősök terén van. Szervusz Laci, ott most mi a helyzet? Változott-e azóta, amit a legutoljára beszélgettünk? Szervusz, jó estét kívánok! Pontosabban már a Lendvai utcában vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a több tucat rendőrön kívül, akik most vették le egyébként a sisakjukat is, tehát a több tucat rendőrön kívül, néhány nézelődön kívül és az újságírókon kívül már itt ebben az utcában a Fidesz székház környékén nincsen senki. A tömeg körülbelül ezelőtt 3-4 órával kezdett el szivárogni, a jelentős része azóta haza is ment. Néhány perccel ezelőtt megnyitották a Dózsa-György úti forgalmat is, tehát most már itt sincs lezárva semmi. Ez azt jelenti, hogy lassacskán talán vége lesz a demonstrációnak, bár a rendőrök még továbbra is kivárnak, megvárják, amíg a maradék tömeg innen elmegy. Stúdió. Köszönjük szépen, és most telefonon kapcsoljuk Megyesi Miklós kollégámat, aki szintén a Lendvai utca környékén van. Szervusz, pontosan hol vagy és ott mi a helyzet? Szervusz, én már itt vagyok a Dózsa-György úton, köszöntöm a nézőket, és ahogy Komáromi László kollégám az imént elmondta, itt a Dózsa-György úton már zavartalan a forgalom, rendőri irányításra sincsen szükségjelző lámpák irányítják a forgalmat. Itt a környéken most már egyedül a Lendvai utcában nem lehet rendesen közlekedni. Ahogy elhangzott az imént, a tüntetők száma az most már néhány tucatra tehető, csupán a sajtó munkatársa és a rendőrség jóval nagyobb számban van most már itt jelen. Úgy tudjuk, nem hivatalosan, hogy ők valószínűleg maradnak is, hiszen a Fidesz székház kerítése az megrongálódott, tehát nincs kerítése az épületnek. A helyszínről én egyelőre ennyit tudok elmondani, a szó a stúdióé. Miklós, köszönjük szépen, és természetesen rögtön kapcsoljuk a helyszínt, ahogy történik valami rendkívüli.